új munkagép segíti városunk tisztántartását. A Green Machine 636 nevű utcaseprőgépet közel 30 millió forintért vásárolta a város a Gamesz bevonásával. A beszerzésnél a régi seprőgépet is beszámították. Ez utóbbi állandó javításra szorult, így szükségszerű volt már az új beruházás. A két hete munkába állított gép a poros útburkolatok és az útszegélyek melletti területek tisztántartásában segíti a város üzemeltetést. Láthatjuk azért, hogy a városban pozitív értelemben alakulnak át a terek, járdák, utcák, ezért szükség volt mindenképpen egy ilyen modern, megbízható, szűk helyen is elférő, négy kerék meghajtású egységre, ami azt gondolom, hogy egyértelműen hozzá fog ahhoz járulni, hogy a Gamesz munkáját megkönnyíti, gyorsabbá teszi az ő munkájukat is, és hát szépül ezáltal a város, hogy ez a gép beáll a munkába és takarítja a város különböző területeit. A modern gép, mely nagyobb tartállyal rendelkezik, vizes spritze, így kisebb csatornák átmosására is alkalmas. Akár 40 km/órával közlekedik a városon belül. Méretében kicsi, így befér a fák alá és a parkolóautók közé is. Seprési szélessége 1,5 méter és 2,40 méter közötti, így akár egy teljes fél útfelület átseprését is lehetővé teszi. Legnagyobb előnye az, hogy csendes, nem túl hangos gép. Ez azért is fontos, mert úgy szerveztük a gép munkáját, hogy hajnalban, amikor még a parkoló autók jelenléte megengedi az utcákon, minél több területet ki tudjunk söpörni, tehát 5 órakor kezd, és mire az élet elindul a városban, remélhetőleg a hévíziek már tiszta, burkolt felületeket találnak. Teljesen pormentesen söpör, a kefére permetezett kevés vízzel megköti a szállóport, és az egészet felszívja egy teljesen zárt rendszeren keresztül, majd a zárt tartály konténerbe is billenthető. Magas nyomású mosóval is rendelkezik az új utcaseprőgép, így kiválóan tudja tisztítani a szennyezett burkolatot is.